Április 22-e a Föld napja. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. Ezen a napon különféle eseményeket tartanak világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Jászberényben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kampuszán dr. Sebők Balázs tartott előadást az Alpesi Gleccserek végórái címmel. Ezt az előadást máskor is megtartottuk volna, hiszen tudjuk, hogy április 22 egy kampányszerű nap. Egy nap megemlékezünk a Földről, de a legjobb az, hogyha mind a 365 napon szemüveg előtt tartjuk azt, hogy mi a helyzet a bolygónkkal. A gleccserek visszahúzódásával kapcsolatosan elég sok mindent el lehet mondani a drámai folyamatokról. Minden évben ilyenkor az internet keresőrendszere is jelképesen földgömbé változik, és ha ráklikkelünk, a Föld napját hozza ki. Idén a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet. A klímaváltozás egy érdekes dolog. Klímaváltozás mindig volt, és lesz is a Földön. Most is egy klímaváltozásos folyamatban vagyunk éppen benne. Ez a klímaváltozás egy felmelegedési folyamat, ez természetes úton is lezajlana. Azonban nagyon úgy néz ki, sőt most már úgy néz ki az IPCC jelentések szerint, hogy biztos, hogy az ember nagy mértékben rásegít erre a folyamatra, és drasztikusan gyors ez a felmelegedés. A tanár úr elmondta, az előadás figyelemfelkeltő célzatú. A szakirodalom mellett képekből és videókból állította össze a prezentációt. Úgy fogalmazott, a fotókon látható dolgok elől lehet bujkálni, de azt javasolja, ne söpörjük a problémákat a szőnyeg alá. Az tény, hogy az ember egyedül nem tudja a Földet megmenteni, de van lelkiismerete, ami tudja, hogy az életünkben tudunk kicsit segíteni. Az alkalmat a kampusz igazgatója nyitotta meg. A mozgalom egyik jelmondata kimondta, hogy nem tudott megváltoztatni a világot. És talán a mozgalom legnagyobb sikere, hogy helyi igények szerint, helyi kezdeményezésekre szerveződnek a földnapi programok, és ma már nem csak a földnapja alkalmából. A kampuszunkon azért pont ezt a mai napot választottuk arra, hogy egy előadással mi is kapcsolódjunk ehhez a mozgalomhoz, ehhez a sorozathoz. Kívánok mindenkinek nagyon tartalmas, elgondolkodtató és majd a cselekvésre késztető programot. Az előadásnak a célja nem más volt, mint hogy a közönség sorait megtöltő középiskolások elgondolkozzanak az eléjük tárt tényeken, és próbáljanak meg kevesebb fogyasztással ők is segíteni, megelőzni a klímaváltozás negatív hatásait, a Földet. Hogyha ebben a teremben most plusz 20 fok van, és azt felvisszük plusz 21,1 fokra, nem fogjuk érezni. Tehát nem érzem. Azt mondja az ember, hogy régebben is volt ilyen, nem érzem, mit foglalkozok én ezzel. A gleccserek viszont érzik. És nagyon sok képpel szeretném azt megmutatni, hogy ez biztos, hogy így van.